Az Erzsébetek köszöntésével kezdődött a rendhagyó kézi munkaóra az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban. Az előző évektől eltérően az idén egy műhely munkát rendeztek, amelyre meghívtak más csoportokat is. A barátkozás mindenki számára fontos. Nagyon jól érezzük magunkat. Nevetünk, viccelődünk. Ma például ugye Erzsébet is van, és akkor még ünnepeltünk is, hoztunk egy kis kalácsot, sósat, édeset, kávé, egy kis szörp, és vidámak vagyunk. A művelődési központ már nem csak a telepi, hanem az egész újvidéki magyarság társalgó helye lett. Nagyon fontos, nagyon, mert tényleg sehol, amerre fordul, sehol nem bír magyarul még szólon, itt legalább még magyarul, még az unokák is szeretnek, mert itt magyarul beszélgetnek. A Petőfi Napok hagyományos rendezvény a művelődési központban. Ekkor minden szakcsoport bemutatja az egész évi munkájának gyümölcsét. Szeretjük megünnepelni, sőt nagyon is jó, mert összejön a társaság, azok is eljönnek, akik ritkán járnak a Petőfibe, és annak örülünk. Ladisic Melinda, a művelődési központ elnöke szerint a tagság összetartó és célra törő. Külön ilyen évvégi műsorunk nincs, és akkor ezek a Petőfi napok adnak alkalmat arra az összegzésre. A vasárnapig tartó programsorozatban a legkisebbeknek báb előadással kedveskednek, a táncos lábúak pedig szombaton a Katalin bálban szórakozhatnak.